Az ügyészségek munkájának egyik fő mércéje a vád eredményesség, vagyis hogy a megvádott személyek hány százalékát ítéli el a bíróság. Ez a mutató a megyei főügyészségen tavaly több mint 99 százalék volt. Nem csak ezen a téren állnak ugyanakkor ilyen jól, az is a pozitívumok közé tartozik, hogy a törvény által megengedett 30 napon belül az ügyek csak nem egészét sikerült befejezniük. A szervezet szóvivője arról is beszámolt a 35 percben, hogy ügyészeik sok vádat tárgyalás mellőzéses eljárásban nyújtanak be, ilyenkor a bíró az iratok alapján hozza meg az ítéletet. Amennyiben ez megszületett, az nem azt jelenti, hogy valakit is a bizonyítékok értékelése nélkül a jogait csorbítva ítélnének el, hanem ez ellen érhet jogorvoslattal a vádot, kérheti tárgyalás tartását. És akkor a bíró kitűzi a tárgyalást, és letárgyalja az egész ügyet, megvizsgálja a bizonyítékokat, meghallgatja a vádottat, stb. stb. A maga útján megy az eljárás. Egy nagyon fontos előnye van a vádottak számára is ennek az eljárásnak, hogy itt maximum a legsúlyosabb, amit ki lehet szabni, az a tehát szabadságvesztés. A főügyészség statisztikája szerint a megyében tavaly több mint 10.200 bűncselekményt követtek el, ami ugyan némi növekedés mutat az előző évihez képest, de nem nevezhető kiugrónak. 100.000 lakosra 1849 bűncselekmény jutott, amivel a fertőzöttebb térségek közé tartozunk. Noha még nincs a legjellemzőbb bűncselekmények között, a szóvivő kiemelte a kábítószerkereskedelmet. kereskedelmet. 2020-ban ugyanis már több 179 ilyen ügy volt nálunk, amivel összefüggésben a fogyasztás is nő térségünkben. Itt ugyanakkor jellemzően egyéb drogokkal, marihuánával és amfetaminnal üzletelnek. A határon elkövetett bűncselekmények így az Ukrana felől érkező dohánycsempészet száma közben csökkent, és más téren is javulás volt megfigyelhető. A lopások száma például nem nőtt, ez örvendetes. Az ittas vezetések száma is valamelyes csökkent. Egy évben a, a, megyénkben olyan 600 körüli az ittas vezetések száma, ez 600 alá ment valamennyivel. Viszont a közlekedési balesetek, közúti baleset gondatlan okozásának védség, hogy az ügyészek mondják, ez jelentősen megugrott. Tehát ez összefüggett azzal, hogy sokkal többen használják a gépkocsiukat, hiszen ingyen lehet parkolni, a tömegközlekedést kevesebben veszik igénybe, ez baleseteket is von maga után. A műsorban elhangzott az is noha már 2018 nyara óta alkalmazható széles körben adtá meghallgatás intézménye. A pandémiás helyzet előtt nem igazán éltek a bíróságok ezzel a lehetőséggel. A járvány azonban kikényszerítette a használatát, a tárgyalások legtöbbje ma már így történik. Tavaly az első hullám idején egyébként köszönhetően a speciális munkavégzési szabályoknak a megyei főgyészség egyetlen dolgozója sem kapta el a koronavírust, a második hullám alatt pedig egyetlen nyomozás sem állt le a járvány miatt.